Lukács evangéliumához lapozzatok, és ebből szeretném olvasni. A 19. fejezetből azt a szakaszt, ami miatt elneveztük ezt a napot, a húsvét előtti vasárnapot, a világ vasárnapnak. Lukács evangélium a 19. fejezet, és onnan olvasom a 28. verstől. Csak el ne mondani, hogy jövő vasárnap óraátállításra kell ébrednünk, tehát nyári időszámítás kezdődik, úgyhogy szombaton éjszaka egyel vigyétek előbbre az órát. Ez azt jelenti, hogy korábban kell, hogy keljünk egy órával, de mivel té tévéfelvételes felvédeles isteni lesz, ezért kérlek, hogy ne késsetek. Úgyhogy ö, ö, az új idő szerint 10kor itt lesz a helyi televízió, és fölveszik az Isten tiszteletünket, amit direkt erre a célra készítünk, hogy aztán a következő hónap során számtalan adá, legyünk adásban a Paksi Televízióban. Kicsit speciális lesz a jövő hetünk, de ez is a része a szolgálatunknak. Úgyhogy húsvétkor az egész városnak szolgálunk, vagyis hát a környezetben hogy 30 ezer ember tudja fogni az adás, vagy még többen is. Szóval, Lukács 19, 28-tól. Amiután ezeket elmondta Jézus, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfagéhoz és Betániához, az Olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik: Menjetek a szembefekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikot, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az úrnak van szüksége rá. Ez egy mondat, aláhúzandó jó, az úrnak van szüksége rá. Ekkora küldöttek, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt tőle, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették a Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőihez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon kezdte dicsérni Istent mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farüzeus ezt mondta neki, Mester, utasíts rende tanítványaidat. De ő így válaszolt, Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségei egy csáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak be őlet követkövön, mert nem ismerted fel a meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdtek kiűzni az árusokat, azt mondva nekik, meg van írva, az én házam imádságháza legyen, ti pedig rablók barlangává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok és az írástudók a népvezetőivel azzal azon voltak, hogy elveszítsék de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt, rajongott érte. Ez az a történet, aminek, amiből három gondolatot fogok kiemelni. Az egyik, hogy az úrnak szüksége van rá, a másik, ez a szamárcsikó, aki még senki nem ült, és a harmadik pedig ez a meglátogatásnak az ideje. Magától, hogy a történetet bele tudjuk helyezni egy kis földrajzi környezetbe, tehát ez Jeruzsálemben történt, a a jelenlegi, meg az akkori Izraelnek is az volt a fővárosa. Jézus nem innen származott, nem Jeruzsálemből. Jeruzsálem ez nem messze Betlemben született, de nevelkedni, ahol az életétnek a 30 évét töltötte. Ez éjszakra volt Jeruzsálemtől, körülbelül annyira, mint ide Pakstól Budapest, egy 130-150 kilométeres távolságra. És Jézus Jeruzsálemben vidéki gyerek volt. Ez nem az ő otthona volt, az ő otthona Fönt volt Galilea környékén. Ő azt mondja, a tájszóláson beszélt, volt egy kis akcentusa minden, mindenkinek, és föl lehetett őket ismerni az akcentusukról, a tájszólásról. És ő neki az volt az otthonos vidéke, és amikor elkezdte Jézus a... a, a munkálkodását 30 éves korában, akkor azok a tanítványok, akik az ő csapatához tartoztak, mind-mind arról a vidékről az ő szülő, vagyis hát a nevelkedésének a galilei környéki fiatal emberek voltak. Tehát senki sem volt Jeruzsálemből való, a fővárosból, mindenki onnan föntről, északról való volt. És Jézus időnként, amikor tett ilyen turnékat, szolgálati utakat, akkor időnként megfordult Jeruzsálemben. De nem sokszor, háromszor biztos, hogy volt Jeruzsálemben, nem tudni, hogy többször is, mert nem egészen egyértelműek az erre vonatkozó források. Tehát az a három év során, amíg ő úgymond a szolgálati ideje volt, addig az évenként egyszer-egyszer előfordult Jeruzsálemben. És hogyha egy picit visszalapozunk a 13. fejezet az Lukás 13-hoz, akkor itt olvassuk az egyik Jeruzsálemi tartózkodását, a legvége ennek a 13. fejezetnek, amikor Jézus, ő, ő, szerette volna Herodes a király, a helyi király megismerni Jézust, de igazából Jézus meg nem akarta, hogy Heruzsále, Herodes vele találkozzon, mert érezte, hogy Herodes nem nem komolyan akar vele, ő csak szeretne valami kis csodát csinálni, vagy valami kis profétácskát látni. És akkor é, Jézus é, ezt mondja, hogy mondjátok meg annak a rókának, 32. verstől, én ma és holnap ördögöket űzök ki, és gyógyítok, de harmadnap bevégzem küldetésem. Viszont ma, holnap és a következő napon úton kell lennem, mert lehetetlen, hogy a profét a Jeruzsálemen kívül vesszen el. És aztán így folytatja, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megöröd a profitákat és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a tyúk a szárnyai alá, de nem akartátok. Imé elhagyottál lesz a ti házatok, de mondom nektek, nem látok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok, áldott, aki az Úr nevében jön. Tehát itt Jézus elment Jeruzsálemből, és azt mondta, hogy még egyszer visszajövök, de akkor már azért jövök, hogy ne Jeruzsálemen kívül veszten el a profita. Tehát ő tudta, hogy majd meghalni fogok visszajönni Jeruzsálembe, és ennek a bejövetelemnek az lesz az ismertető mondata, amikor azt mondjátok majd, hogy áldott az, aki az Úr nevében jön. És a 19. fejezetben ezt olvastuk, amikor a nép, akik látták, hogy hogyan vonul be Jeruzsálembe a tanítványai, meg akik az ő csodáit látták, és ismerték Jézust, amikor önként előle ezt kezdték el kiabálni, nem volt megszervezve a program, nem volt leírva a forgatókönyv, mit kell mondani, mit kell csinálni, ezt önként az emberekben megfogalmazott, és így kiáltották, amikor Jézus látták, hogy a, szám, a kis csikon lovagol be, hogy ő a király, és áldottak ki az Úr nevében jön. Jézus tudta, hogy mi fog következni. Bár mondta ezt a többieknek, a tanítványainak korában, hogy majd az ember fiának, vagyis nekem föl kell mennem Jeruzsálemben, ott majd meg fogják kínozni, kínhalára adják, meg fog halni, eltemetik, de harmadna föl kell támadni, de nem értették, hogy miről beszél. És most is inkább ezt az ovációt, ezt az örömöt élték át, mikor Jézus bevonult. Egyébként mindenkinek jár az az ováció, mindenkinek jár az az öröm, amikor Jézus bevonul az életébe. Amikor Jézus bevonul az életünkbe, akkor ez egy öröm. Lehet, hogy sírással kezdődik, lehet, hogy bűnbánattal kezdődik, fájdalommal kezdődik, vagy lehet, hogy úgy kezdődik, mint amit elmondtam az iráni Májk testér bizonsátétele, hogy ő, ő tele volt rakva mindenféle szörnyűséggel, de Isten mégis ő hozzá úgy közelített, hogy egy hatalmas örömöt, egy békességet, egy szabadságot éreztetett meg vele. Mert ő tudta, hogy ez az ember erre nyitott, vagy erre nyílik. Az ő szívében a kulcsot ez nyitja. Van, akinél a, a bűnbánat nyitja, van, akinél egy, egy átgondolt folyamat. Ahány ember, jó, nem annyiféle módon, de Isten, többféle módon tud. És a nekünk, a hozzánk való módon, a nekünk megfelelő módon tud bennünket megragadni de mindegyik egy örömbe torkollik. Amikor megérkezik Jézus, akkor az egy öröm. És én nagyon-nagyon kívánom mindenkinek, hogy, hogy élje meg ezt az örömet, amikor Jézus bejön. És nem csak egyszer, amikor Jézus újra meglátogat bennünket, meg újra, meg újra, meg újra, ez az öröm, ez újra jár az embernek. És, és ne a ennél a láb. Ne a ennél a láb amíg át nem éled az Istennel, a Krisztussal való találkozásnak az örömét, addig, addig ne hagyd abba. Ő szól az agyunkhoz. Szól az, szól az elménkhez. Ez olyan legokosabb. Tehát figyeljetek, aki egy szavával úgy megteremtett a világ mindenséget, hogy azóta a világ összes tudósa, ha összeadja a tudományát is, még nem ér föl ahhoz, amit Isten tud. És ez a valaki tud az elménkhez szólni. És szól is. De mégis, az a, az a személyes találkozás, az a személyes megérintettség az, az olyan mély nyomokat hagy, amit nem felejtesz el. Az örömet azt nem felejt az ember. Annyit nem örülünk, hogy elfeledkezünk róla, hogy amikor legjobban örültünk, akkor az milyen volt. Tehát Jézus adja nekünk a, a vele való találkozásnál, amikor ő bevonul, akkor adja az örömet és, ez jár nekünk is, meg jár neki is. Amikor ezen a szamárcsikon Jézus bevonult, ugye itt ez van följegyezve két, kétszer is, hogy egy olyan szamárcsikon vonult be, ami még soha senki nem ült. A szamár egy, -egy normál közlekedési eszköz volt, mint egy, egy, bicikli, vagy egy moped, vagy valami kis egyszerűbb járgány, tehát nem egy díszes porsére gondoljatok, vagy valami e, szuperszónikus repülőre, vagy egy, hanem az, az egy egyszerű kis közlekedési eszköz volt olyan kis közlekedési eszköz volt, ami bárkinek lehetett. bárkinek lehetett. A bicikliám a bárkinek lehet, szerintem. Azt az, az, az még a legegyszerűbb ember is meg tudja venni. Ha, hát nem kell nagyon drágát, tehát nem a 300 ezer forintos biciklire gondolok, de itt a szigeten már 2500 forint, -300 3000 is kaphatsz biciklit, utána fölpumpálod, és akkor boldogan hajtasz a lejtő aljáig, vagy valami. De van egyébként. Tehát, ha... Tehát biciklije bárkinek lehet. Miért mondom ezt? Mert lehet, hogy te úgy érzed magadat, hogy, hogy te annyira egyszerű ember vagy, annyira semmi különlegesik nincsen benned, annyi, annyira nem sokat érsz. Hogyha magadat kéne hasonlítani a többi emberhez, akkor úgy érzed, hogy te vagy a biciklők, meg a Mercedes, vagy valami. te nagyon egyszerű vagy. Vagy nagyon rossz vagy. A többiek jók, te meg rossz vagy. A többiek szépek, te meg nem. De legalább annyit, mint egy szamár, csak, csak, csak érünk, vagy mint egy bicikli, csak érünk. Amíg, amíg ezt a, az önértékelésünket ilyen, ilyen, így, így érezzük, az az azt mutatja, hogy még Jézus nem telepedett rá az életünkre azt a kis szamárcsikot, ami soha senki nem ült. Amikor Jézus ráült, akkor egy király szamár lett. Nemrég néztem Elvis presley a hagyatékáról egy, egy, múzeumról egy ilyen kiállítást. Figyeljetek, vagy bocsánat, ugyanaz a toll, ami lehet, hogy neked is van, vagy négy otthon, amivel írsz. És mondjuk megvetted 300 forintért. Ugyanolyan tollat fogott az Elvis Presley. érdekes, annak a tollnak az értéke, az három ezer dollár. Csak azért, mert az Elvis Presley írt vele. Már nem is fog egyébként, mert már kiszállt tintaben, de annak horribilis nagy az összege. És nem mindegy, hogy ugyanaz a tollat te fogod meg, vagy az Elvis Presley. És nem mindegy, hogy arra a szamára te ülsz rá, vagy Krisztus ül rá. Amikor Krisztus az életünket megérint, amikor rátelepszik az életünkre, igazából akkor értékelődünk föl. És hogyha még magadat úgy érzed, hogy te vagy a, a nagy senki a legrosszabb, lehet, hogy ez reális, lehet, hogy tényleg így van, de amikor Krisztus rátelepszik az életedre, amikor ráül az életedre, akkor fölmagasztalja az életedet. És ő mindegyikünket fölmagasztal. Mert mi igazából annyit érünk, amennyinek még ő gondol bennünket. Nem annyit érünk, és nem azok vagyunk, akiknek mi gondoljuk magunkat, vagy mások gondolnak bennünket. Igazából azok vagyunk, és annyit érünk, akinek ő gondol bennünket, akinek ő tart bennünket. És ahhoz, hogy mi is azt érezzük, hogy azok vagyunk, akiknek ő gondol, ehhez kell, hogy ő az életünkre rátelepedjen. Hogy betöltsön bennünket, hogy meg, megragadjon bennünket, hogy mi is megragadjuk. Hogy a kicsi szamár, aki még soha nem ült senki, hirtelen a világ legértékesebb szamara lett. És amíg úgy érzed, hogy te semmit érsz, addig még ez azt jelenti, hogy Jézus nem tudta az ő életét oda tenni a te életedhez. Nem engedted, nem hagytad, vagy nem veted komolyan. Engedd hozzá magadat a Jézus életéhez, és engedd oda a te életedet Jézus életéhez. És fölértékel. És ez nem azt jelenti, hogy utána el fogsz szállni, és te leszel a leggőgösebb ember a világon. Mert tudod, hogy ha egymás mögé teszünk mindjárt nagy számot akarok mondani, Ha 8 nullát egymás mellé teszünk, 8 nullát, az igazából semmit nem ér. De ha 8 nulla elé oda teszünk egy egyest, akkor az ugye 100 millió, ugye, a 100 milliót ér. Jó mondom? Igen. Ha 9 nulla elé teszed az egyest, akkor már 1 milliárdot ér. A sok nulla, az ugyanúgy nullát ér, ami elé kerül, az adja meg igazából az értékét. És te akkor is, én akkor is, ha csak magam vagyok, akkor még továbbra is nulla az én értékem. Aki fölértékel engem, az Jézus, akit követek, aki az életem elé tette magát. Úgyhogy ez a kis szamár, te vagyok, meg én vagyok. Te vagy, meg én vagyok. Mi vagyunk. Az értékünket Jézus adja meg. Ezért kösd oda magad Jézus Krisztushoz. És ő az a, ő az a, ő az, aki fölértékel és megadja az értékét az életünknek, a személyiségünknek. És amikor úgy kezdünk el magunkról gondolkodni, ahogy ő gondolkodik rólunk, amikor azok leszünk, akik ő tenni akar, akkor azt mondjuk, hogy na végre élek. Na végre, tudom már miért vagyok. Na végre. Nekem olyan döbbenetes volt, amikor tegnap ez a Mike testvére elmondta, hogy nem csak, hogy mit ért meg, hanem azt mondja, hogy hogyan kezdte el szeretni az embereket. Szeretni. Mert a szeretet Istennek beleköltözött a szívébe. És addig az, aki gyűlölettel, haraggal, önutálattal volt tele, szerette a többieket, meg szerette magát is. Mert szeretve volt. Mert átélte, hogy őt az Isten hogy szereti. És a bennünk levő szeretet megmutatja, hogy ki az Istenünk. És akkor én is gondolkozom ezzel, hogy ki az, akit még nem tudnék szeretni? Hát azért nem tudom. Tehát azért tennap elmeséltek a testvérek olyat is, hogy hányszor voltak börtönbe, Jézus miatt már, hány barátjuk halt már meg Jézus miatt a muszlim világban. És akkor elgondolkozok, hogy, hogy egy kis gyomorszájást hogy vennék, ha Jézus miatt kapnám. Vagy hogy venném azt, hogy ha, ha a szabadságomtól? lánehogy hogy az életemtől? Nem tudom. Csak annyira remegek belőle, hogy remélem, hogy hű lennék Krisztushoz, remélem, hogy kitartanék. Mikor jól, jó létbe vagyunk, ugye akkor, akkor mindenki erős, és mindenki. De a megpróbáltatások idején, akkor derül ki, hogy kik vagyunk. Rólam is akkor fog kiderülni, rólad és mindegyikünkről. De éppen ezért, ha, ha oda a szívünket Jézus mellé, akkor, és hogy elmondták nekem a testvérek, benne, amikor az üldöztetésben vannak, akkor olyan erőt ad nekik Krisztus, olyan kegyelmet, ad olyan hatalmat, hogy, hogy szóval félünk, félünk, félünk. De Krisztussal együtt legyűzzük a félelmünket. Annak ellenére, hogy félünk, látjuk a célt. Látjuk a célt, hogy mi lesz, ami életünknek a gyümölcse, hogy a Krisztus mellett kitartunk, és látjuk azt, hogyha meghallnánk, hova kerülünk. És fölértékelődik a jövendőbeli hazánk, a mennyei haza az ilyen időszakokban. Szóval, ennyit akkor most erről a kis szamáról. És te meg én... Vagyunk, lehetünk a Jézust hordozó, a kis szamácsikó. A másik a meglátogatásnak az ideje. Ahogy a Jézus többször volt Jeruzsálemben, és többször volt lehetőség arra az ott élő embereknek, hogy őt felismerjék, és itt Jézus kifejezetten a, a népnek a vezérei előkelőire gondolt. Tehát nem... Nem mindenkire gondolt itt, amikor sírt. Mert azért sok mindenki befogadta Jézus, szerette őt. Tehát az, amikor bevonult Jeruzsálembe, ott volt ez a hozsannázó tömeg, akik látták a csodáit, és szerették, és tisztelték őt. De ő igazából a vezetőkre, a, a, akik befolyással bírnak az egész nemzet fölött, őrülök mondta ezt, hogy nagyon sajnálom, de igazából nem ismerted föl a meglátogatás idejét. Nem ismerted föl azt, hogy itt van a kegyelem órája. Nem ismerted föl, itt volt... Nem egyszer, nem kétszer itt volt, de nem ismerted fel. és azt mondja, azért nem, mert nem akartad. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy az akarás az mindig a döntéssel van kapcsolatban. A felismerés az nem feltétlenül, de az akarás az a döntéssel. Felismerni tudunk úgy véletlenül is, meg felismerni tudunk szándékosan is. Rávezetjük magunkat, és ja tényleg. De az akarás az mindig egy döntés, az, az nem véletlenül, az mindig döntés kérdése. És azt mondja, hogy hogy nem akartad felismerni, nem akartad. Volt rá lehetőséged, de nem döntöttél úgy. Ez azt mutatja, hogy az Úr Jézus az életünkben több próbálkozást hajt végre. Nem egyszer. Nincs olyan, hogy az egyszeri és soha vissza nem térő alkalom. Ez az egyszer és soha visszatérő alkalom nem az Isten stílusa. Isten nem egy, most ugye marketingről beszéltünk itt a Lego kapcsán, Isten nem egy ilyen speciális marketinget csinál, hogy vagy most, vagy soha. Ha most nem, akkor örökre elment a lehetőség. Isten nem zsarol bennünket. Nem akarja, hogy a félelemre építsük rá az Istenhez való kötődésünket. Nem akarja, hogy, hogy, hogy nem másképp dönteni. Ő azt akarja, hogy szeretetből döntsünk, hogy önként döntsünk. És ő kellőképpen pumpálja belénk a szeretetét, kellőképpen pumpálja a reménységet. Megízlelteti magát, érzéseket, benyomásokat, gondolatokat az hatásokkal vesz bennünket körül. Megérleli bennünk a döntést. Ő nem, nem egy terrorista, hogy vagy most, vagy fejbelőleg azt vége, nincs tovább. Nem, Isten nem zsarnok. Ez nem jakvére val. Jakve, Ábrahám, Izsák, Jákob istene, az Úr Jézus Krisztus atya. A mi istenünk, ő nem egy zsarnok, ő a szeretet istene. Van kemény arca is, de ezt a jövőre tartogatja. Most a kegyelemnek az ideje van. És Isten a szeretetével jön. Ez, ez a meggyőző erő. És miközben megtapasztalgatjuk Istennek a hatásait, közben van lehetőségünk döntéseket hozni. Nem baj, ha elmulasztottál egyet vagy kettőt. Jön a következő. Igazából amíg élsz, addig a kegyelem ideje van. Van időnként, amikor Isten pár embertől megvonja, a többi nem kínálja föl. Találunk erre bibliai példákat is, meg találunk a történelmből is példákat. De Isten általánosan sokszor szól, sokszor jelez, mert meg akarja nyerni a szívünket. Hogy egyszer csak ráismerünk, ó Istenem, elpuskáztam 31 évet. Elpuskáztam 65 évet. Uram, 87 éves vagyok, de végre, hogy megtaláltalak. Hányszor szóltál, hányszor próbáltál összegyűjteni? Hányszor? Eddig nem akartam, de most végre rájöttem. Én nem azt mondom, hogy ezért érdemes halogatni. Mert nem érdemes halogatni, mert nem tudjuk, hogy lesz a következő döntés. De ha visszanézzünk az életünkre, Isten számtalan módon jelzett. Számtalan módon megéreztette magát. Adott magára a jelzés is, és közben a szívünk kezdett alakulni, hogy egyszer csak döntsünk mellette. De a döntést azt mi hozzuk. Azt nem tudjuk, hogy ha most érezzük, hogy dönteni kéne, hogy, hogy ez hanyadik, vagy hogy lesz-e még. Azért a Biblia mondja azt, hogy ha ma érzed a döntést, kényszerét belül önként, nem külsők, hanem belül. Ha ma látod kellően vonzónak Krisztus, döntsél ma mellette, mert ez a mai nap biztos a tiéd még. Hogy a holnap lesz, azt nem tudhatjuk. De ha visszanézel, akkor nem olyan ez, hogy soha nem éreztem még ezt, soha nem hallottam róla, soha nem tapasztaltam, soha nem volt még benyomásom, most életemben először. Nem. Általában visszanézel, akkor volt egy néhány. És éppen ezért, ha volt egy néhány, akkor érezd a felelősségét, hogy az jó lenne ma a dönteni. Jó lenne azt mondja, Úr Jézus, gyere az életembe. Uram, átadom neked magad. Vonulj be! Ülj rá erre a kis szamár csikóra, aki én vagyok. Hadd legyek királyi szamár. Úgy döntök. Mert, és egy Jeruzsálemre mondja Jézus sírva, hogy hányszor próbáltam. És ő tudja, hányszor próbált. Én nem tudom, hogy egy-egy embernél ő hányszor, de, de ő tudja, hogy hányszor. És amikor ő ezt a hányszort kérdezi, akkor nem azt mondja, hogy fogalmam sincs hányszor, hanem, hogy te gondolkodj rajta, hogy hányszor. És azért egy kicsit jelentenie kell, hogy nekünk is türelmesnek kell lennünk egyébként egymáshoz. Néha kicsattanunk, hogy na jó, ez volt az utolsó, amikor neked esélyt adok. Hányszor megbocsátottam, most már nem fogok. Hányszor elnéztem neked, most már nem fogok. Hányszor voltam türelmes, most már nem fogok. És akkor fölteszem, hogy hányszor. Hányszor. Akkor Péter egyszerre megkérdezi Jézust, a apostol, Mester, Hányszor kell megbocsátani egy embertársamnak? Az ő gondolkodásukban az volt, hogy maximum egy nap hétszer. Egyébként nem olyan rossz az. Most gondolj bele, hogy egy kollégád naponta hétszer kér bocsátott, és akkor hatodjára már szétmegy az agyat, hogy már megint ugyanezt csinálja. Jézus azt mondja, hogy Péter, jó gondolkozol, nem egyszer, nem kétszer. De megemelem a szintet. 70-szer, hétszer naponta. Akár 70-szer. Ezzel Jézus ki akarta nyitni a, a kis karitkát, hogy ha hányszor? Állandóan, mindig, rengetegszer. És azért nekünk is kell, hogy fölvérteződjünk, és főleg drága hívő, Krisztus hívő, Krisztus követő testvéreim, akik a nullák előtt ott van Krisztus. Hányszor? Ott van benned az a kegyelem, az az erő, az a személy, aki szántalanszor tűr, szeret, megbocsát, hogy amikor te csattansz ki, vagy én csattanok hogy na hányszor, akkor belenézni Jézus a szemembe, na hányszor. Na hányszor bocsátottál meg? Egyszer, kétszer. Ez még nem hányszor, ez még csak egyszer-kétszer. Ha én mondom, hogy hányszor én kérdezem, akkor az nagyon sokat jelent. És tedd föl magadnak a kérdés, hogy Jézus hányszor próbálkozott veled? És hányszor mondtad azt? Majd holnap. Majd, na, majd a majd ha legközelebb. Érezd ezt a felelősséget magad iránt, Hogyha kellően vonzó a Krisztusnak a behívás az életedbe, az ő követése, akkor, akkor legyen ez a mai nap az elhatározás napja. Ez a mai nap még eddig legalábbis biztosan milyen. Hogy hazafele lesz-e, ezt nem tudhatjuk, egyikünk sem. Reméljük, hogy igen, ezt nem tudhatjuk. Ezért ma, ha érzed Istennek a hangját, ha érzed ezt a belső megszólítottságot, akkor ez a mai nap a te napod. Akkor ma döntsél. Nem emlékeztek, hogy mi volt a harmadik gondot, amiről beszélni akarta? És mi volt a második? A szamár, azt elmondtam. Ah, oh, igen, köszönöm. Ezért jó, hogy ti figyeltek, mert ha én nem figyelnék is, akkor... Szóval, hogy miért akar Jézus bejönni az életünkbe? És miért akar megnyerni bennünket? hogy mi ő hozzá ragasztjuk, ragasztjuk, a szívünket, azért, mert neki szüksége van ránk. Ez az a kettőség. Isten, aki mindent létrehozott, mindent alkotott, aki az emberiséget kigondolta, megteremtett és beleépített ezt a szenzációs biológiai programot, amit a szaporodásnak nevezünk, és megteremtett az egész világot fantasztikusnak, csodálatosnak, akinek igazából semmire nincsen szüksége. Semmire nincs szüksége. Semmire. Mindene van, És mégis neki szüksége van ránk. Tehát Jézus tudott volna másképpen is Jeruzsálembe bevonulni. Azt mondta, nekem hogy ez egy szamár kell. Hogy miért kellett egy Majd megkérdezzük, hogy miért pont szamár? És az, hogy meg volt profétálva több száz évvel korábban, ez egy másik kérdés. akkor miért ezt profétálták meg? Hogy Isten téged mire teremtett? Hogy miért kelleszte? Hogy miért vagy ezen a Földön? Miért kellett neked megszületni? Miért kellett megszületni 1924. március 17-én? Vagy 64. február, 65. február másodikán? Vagy éppen 91. 2. 3. Jó. Nem mindenkit tudom, de többekét. És annyi biztos, hogy 72. január 3. Azt. Kettő. No. Hogy miért? Miért pont akkor? Miért pont ott? Miért pont abban a családban? Miért pont az az anyád és az az apád, aki? Miért pont úgy nevelkedtél föl, ahogy? Miért kellett neked átmenni fájdalmas élettapasztalatokon? Miért kellett átmenni örömteljes tapasztalatokon? Miért van az, hogy elveszítetted valakit a szeretteid közül? Miért van az, hogy olyan jó iskolába kerültél, ahova mindig is szerettél volna? Miért van az, hogy annyira jól megy a sorod, hogy már azt hiszed, hogy ennél jobban senkinek nem megy? Vagy miért van az, hogy pont az ellenkező úgy érzed, hogy nálad rosszabbul senkinek nem megy a sorod? Miért vagy te a világon? Miért vagy te? Olyan sok ember van, én lennék fontos. Nem is vagyok, se nem nézek jó ki. De még ha nagyon jól néznék ki, is van, aki jobban néz ki nálam. Akármennyire okos vagyok, valaki biztos okosabb nálam. Akármennyire erős vagyok, valaki biztos erősebb nálam, vagy ha most nem is, de majd lesz, mert megöregszek, akkor elveszítem az erőmet. Miért, miért vagyok a Földön itt 40, 60, 30, 70, 90, 100 évet? Mire jó ez? Csak hogy darab-darab legyen. És sok-sok és ilyen kérdés van, amiket néha fölteszünk magunknak. És Istennek ez a válasza. Ő neki rád szüksége van. Te rád. A te személyedre neki szüksége van. Ő miatta kell lesz. Ő miatta. Valahogy emiatt is fogalmazta meg a János bácsi születésnapi köszöntéjében, hogyha megkérdezi az urat, hogy miért adott neki ilyen sok évet? Az a válaszunk, hogy miattunk. Mert nekünk jó, hogy ő van. Lehet, hogy ez a gyülekezet nem is lenne, ha János bácsi nem lenne. Úgyhogy miattunk van ő. És hogy mi lássuk azt, hogy 92 évesen milyen ügyesen lehet sétálni. És hogy mennyire lehet telve lenni hálával, hogy az öregkor az nem katasztrófa, hanem lehet vidám, áldott időskort megélni. Rengeteg minden miatt vagyunk mi egymásnak. És Istennek szüksége van ránk, hogy ő belőle valamit mi bemutassunk. Hogy ő belőle valamit bemutassunk. Hogy Istenből valami rajtunk keresztül látható legyen, megtapasztalható legyen. És Isten úgy döntött, hogy önmagából valamit a többi embernek rajtunk keresztül be akar mutatni. Csak akkor tudja bemutatni, ha ő elé kerül az életünknek, a kis nullás életünk elé ő oda kerül. De ha oda kerül, akkor be tudja mutatni. Akármilyen ügyesek, nagyszerűek vagyunk Krisztus nélkül, nem tudunk azzá válni, aki ki lennünk kell. Körülbelül 20 évvel ezelőtt találkoztam egy egy nagyon-nagyon szépen rajzoló fiatal lánya, olyan 17 éves volt ez a lány, gyönyörűen rajzolt. Eszméletlenül szépen rajzolt. Viszont ez a lány sátánista volt, és a gyönyörű szép rajz, ami művészi gyönyörű rajz, szörnyűségeket rajzolt vele. Nem szörnyű ronda volt, hanem borzasztóan gyönyörű volt. A borzasztó a szó legborzalmasabb értelmében, és a szép megint. És ez a kettő, ez egy, ez egy borzasztó diszonanciót. A szörnyűséget, a gyűlöletet, a gonoszságot, a gyilkolást, a, 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 a vandálságot, gyönyörűen jelenítette meg. És ennek a lánynak szét volt szakadva a lelke. Mivel oda kötötte magát a sátánizmushoz, ezért azt a szörnyűséget tudta kifejezni. De azon a módon, ami benne volt a lelkében, az a művészi érzék. És ettől diszonáns volt. Szóval, amikor megtért, mikor kimentek belőle az ördögök, amikor Krisztushoz tért, akkor ugyanez a szépen rajzolás, a szépet fejezte ki, a dicsőségeset. És volt két olyan rajza, amit úgy egymás mellé is tette magamba, az egyik még sátánista korában azt rajzolta meg, hogy egy embernek a szívét hogyan tépi ki egy gonosz sasnak a karma. És így belenyúlt a melkasába, az a, az a gyilkos karmok, és így kiszakított. Az, és ezt rajzolta meg. Borzalmasan, gyönyörűen. Borzalmasan, gyönyörűen. Ugyanez a lány, amikor megtért és betöltötte az Isten szeretete és a Szentlélek, akkor pedig azt rajzolta meg, hogy egy ember hogyan nyújtja a szívét Jézus felé. Igazából az emberről meg az ember szívéről szólt, de az üzenete és a tartalma teljesen más volt. Valahol kapcsolatban volt az emberrel meg a szívvel. De mégis teljesen más volt. És az, az olyan nagyon megragadóan szép volt, hogy ahogy egy művész ki tudja fejezni? És akkor, akkor kapjuk meg az életünknek a rendeltetését, amikor Krisztus oda kerül az életünkbe. És amivel születtünk, amilyen értékekkel, amilyen képességekkel, azokat Isten használja, hogy őt bemutassuk. Szóval az Úrnak szüksége van rád. Akármilyen is vagy, akkor kapod meg az értékedet, amikor Krisztushoz odakötöd kötöd a szívedet. És a harmadik pedig, hogy az a nap, amit éppen élsz, valószínűleg az a legalkalmasabb nap. Hogyha belül megéred benned, hogy Krisztust akarom, akkor az a legalkalmasabb nap. Hogyha valamilyen elhatározás vagy, igen, ezzel a dolgommal már küzdök, és annyiszor elhatároztam, hogy ezt meg fogom változtatni. Mikor fogod megváltoztatni? A legalkalmasabb a mai nap. És a célja az, hogy Isten, tudjon téged arra használni, amire rendelt. Tudja önmagát bemutatni rajtad keresztül mindenkinek. Hát kívánok így áldott világvasárnapot nekünk, magunknak, neked, nekem, neked, hogy legyen ez az a nap, amikor, amikor az az öröm, amikor az a királynak az öröme, Krisztusnak az öröme először vagy újból meg tud az életeden telepedni és meg tud ragadni téged. Amen.